Sorra alakulnak meg az első nyugdíjas szövetkezetek. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet a munkaerőpiacon még aktív idősek számára nyújt lehetőséget arra, hogy tagjai dolgozhassanak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint közel 2,7 millióan részesülnek jelenleg ellátásban, nyugdíjban, járadékban, vagy valamilyen egyéb járandóságban. Közülük körülbelül 2 millióan úgynevezett saját jogú nyugdíjasok. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság adatai szerint több mint 1,8 millióan kapnak 50 és 200 ezer forint közötti nyugdíjat. E keresetet egészíthetnék most ki a nyugdíjas szövetkezeteken keresztül azok a nyugdíjasok, akik még szeretnének dolgozni. A megbízók részéről élénk az érdeklődés a nyugdíjas munkaerő iránt, mert a diákmunkások legfeljebb a szeptemberi iskola kezdésig tudnak csak munkát vállalni. Sőt, sok munkáltató megpróbálja visszahívni azokat a munkavállalókat, akik most öregségi nyugdíjban vannak, ha csak néhány órában is, de szeretnének dolgozni és pénzt keresni. Arra számítanak, hogy a kereskedelemben, a vendéglátásban és az egészségügyben is enyhülhetne a munkaerőhiány, hogyha a nyugdíjasok munkát vállalnának. A nyugdíjasok általában heti 20 óra munkavégzésre vállalkoznak majd a törvény alkalmazása során. Öregségi nyugdíjasnak kell tekinteni azt a szemét, aki öregségi teljes nyugdíjban, öregségi résznyugdíjban, a nők 40 év jogosultsági idejének figyelembevételével megállapított nyugdíjban részesül. A témát a stúdióban folytatjuk, Mátyás László a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Mátyás László a Melódiák Iskola Szövetkezetnek az elnöke, de nagyon érdekes ebben a témában a szituáció, mert hogy önök kapták meg a lehetőséget arra, hogy az első ilyen nyugdíjas szövetkezet megalakulásánál, megalakításánál ott lehetnek, és ebben a régióban már megalakulóban is van az első ilyen szövetkezet. Azt tudjuk, hogy milyen ötlet és milyen inspiráció hívta életre ezt az egészet, és hát hallottuk is már hozzá fűződő véleményeket, mellette szóló és ellenvéleményeket is, de hogyha azt nézzük, hogy a mai jelenlegi munkaerőpiaci helyzet mit diktál, akkor szükség van-e arra tényleg, hogy a nyugdíjasok is, ha szeretnének és akarnak, akkor dolgozzanak vagy dolgozhassanak? Igen, igen, tehát alapvetően a válaszom az egyszerű. Azt érzékeljük ugye a piacon, hogy óriási ütemben fejlődik ugye a gazdaságunk, óriási ütemben nő a munkavállalók iránti igénye a cégeknek, és azt érzékeljük, azt látjuk, hogy egy olyan, ez is egy olyan lépés lehet, ami mindkét félnek jól jöhet a nyugdíjasnak, mert alacsonyak a nyugdíjak Magyarországon, és jól jöhet a cégeknek abból a szempontból, ugye, hogy olyan szakképzett, olyan tapasztalt, olyan motivált munkaerőt kaphat, amit én azt gondolom, hogy nagyon sokszor nyugodtan állíthatunk, hogy egy nyugdíjas önmagában hordoz másképp szocializálódott, mint adott esetben ugye a mai fiatalság. De nyilvánvalóan nem az a cél azzal, hogy a fiatalok nem vagy nehezebben jussanak be az álláshelyekre, hiszen nagyon sokszor mondják azt, hogy munkatapasztalat kell egy-egy pozíció betöltéséhez, és ma már épp arról olvastam, hogy nagyon sok cég nem is kéri a munkatapasztalatot most már, mert hogy örül, hogyha munkaerőt talál. Tehát, hogy ebben van egy kettőség, úgy lehet érezni. Igen, ezt a kettőséget úgy tudjuk értelmezni, és úgy tudnánk feloldani nagyon egyszerűen, hogy vannak olyan munkakörök és feladatok, amiket egy nyugdíjas szívesen elvégez, miközben egy fiatal esetleg már nem olyan elánnal és motivációval rendelkezik azért, hogy mondjuk ő abba vagy abba az irányba induljon el. Tehát ugye ezért változik mindenképpen ugye az érdeklődése, ahogy az idő telik ugye a munkavállalóknak, és ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nincs olyan ellenmondás, ami ezt ne tudná feloldani, mindkét fél győzhet, tehát a fiatal is megtalálhatja magának valót, és ugyanígy a nyugdíjas is a saját feladatát, számos ilyen példát tudnék mondani. Nézzük a pénzügyi oldalát. Itt a bejátszásban elhangzott egy szám, hogy 50 ezer forinttól 200 ezer forintos nyugdíjakig, vagy ennyit kapnak a nyugdíjasok itthon, és hát itt nagy a szórás, az kell, hogy mondjuk, mert ahogyan az átlag fizetésekben és bérekben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Borsod megye egy picit lentebb van a többi megyétől, vagy megyénél lemarad, ugyanúgy a nyugdíjak tekintetében. És ugye a
nyugdíj biztosítónál nyugdíjigazgatóságnál, mert többször elmondták, hogy itt igen csak alacsonyak a nyugdíjak. Így van, hát ez Kelet-Magyarországon egyébként általános probléma, hatványozottan igaz az, hogy milyen itt nagyon nagy nyugdíjat mondana. 70 ezer forintot. 70 ezer forintot, tehát igazából a kutatásaink ezt az információt adták a számunkra, tehát igazából abszolút alátámasztották a elképzeléseinket. Tehát akkor úgy gondolnák, hogy lenne olyan nyugdíjas, aki szívesen vállalna a munkát a nyugdíj mellett. Milyen feltételek mellett tehetik ezt meg? Öregségi nyugdíjas kell, hogy legyen mindenképpen az illető, ez nagyon-nagyon fontos, semmilyen más státusz, tehát sem rokonsági nyugdíja és sem kedvezményes nyugdíjjal nem tud valaki munkát vállalni, csak az öregségi nyugdíjasok. Maga a feltétel a foglalkoztatásnak az végtelenül egyszerű, ebben a szövetkezetben tagsági viszonyt kell alapítson a nyugdíjas, és a foglalkoztatásnak igazából ez a legfőbb feltétele. Nyilván az, hogy tudja igazolni az, hogy a státusz az ennek megfelelő, és ezzel én azt gondolom, hogy ha egy orvosi vizsgálaton átesik, és azt is tudjuk, hogy ő alkalmas munkavégzésre, akkor már kész is arra, hogy a rendelkezésre álló munkalehetőségből válasszon. Alapvetően nagyon rugalmasan képzeljük ezt, ugyanolyan rugalmasan, mint amennyire a diák munkát. Itt elhangzott a bevezetőjükben az, hogy 20 órában lehet ez érdekes. Alapvetően ez érdekes lehet akár teljes munkaidőben is, de azt gondoljuk és azt feltételezzük, hogy ők, vagy az ő számukra mindenképpen ebben is egy kedvezőbb, rugalmasabb megoldásra van szükség, azért, mert akár fizikálisan, akár adott esetben az egyéb elfoglaltságoknak megfelelően ugyanúgy hogy ők is kell, hogy alkalmazkodjanak a saját meglévő működésükhöz, de mint ahogy mondtam, akár 40 órás munkaheteket is el lehet képzelni, akár szezonális lehetőségben is gondolkodunk. Alapjában ugye, ami ebben a szövetkezeti keretben nagyon nagy segítség lesz a számukra, az az, hogy ugyanolyan szervezési tevékenységet látunk el, végzünk, mint a diák munka esetében, tehát igazából a nyugdíjas számára csak az a feladat, hogy az elvállalt napokon munkára kész állapotban megjelenjen és elvégezze azt a vállalt feladatot, a mi feladatunk pedig az, hogy a partnereket úgy és olyan módon szolgáljuk ki, hogy tehát egy szervezési munkával ő csak azt érezze, vagy azt lássa, hogy a napi 5 fős műszakonkénti 10 fős igénye az mindig rendelkezésre áll. Tehát ez egy nagyon fontos, tehát igazából maga a szövetkezés az jellemzően inkább erről szól. A szövetkezetnél, vagy a szövetkezeti tagság jelenti azt, hogy olyan szerződést köt a nyugdíjas, ami jogilag teljesen korrekt, és milyen adózás alá esik a keresett jövedelem? Igen, egy kedvezőbb adózási forma, mint a munkaviszony esetében. Itt az ő esetében 15% SZIA-t kell megfizetni, ami a munkaviszonyhoz képest egy 10% előnnyel jár a számára. Na most eddig is jellemző volt egyébként, hogy nyugdíj mellett, vagy akár a közszférában helyezkedtek el úgy már nyugdíjas korban lévő alkalmazottak, hogy a nyugdíjukat visszaadták, vagy visszamondták, és a közalkalmazotti bértáblát kérték. Itt most ebben a szituációban milyen lehetőségek állnak fenn, vagy állhatnak fenn? Ebben a szituációban erről a választásról nincsen szó. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy az ő státuszuk, végtelen, tehát hogy mindenképpen ez a nyugdíjas státusz kell legyen, tehát ez, ha visszaadja, akkor a nyugdíjas szövetkezetben nem is végezhet munkát, tehát így, ilyen értelemben ez egy szerintem egy olyan kedvező feltételrendszer, tehát így, ugyanúgy a nyugdíjas, tehát az egyéb ellátásait mind-mind megkapja, nálunk ugye ebben a keretben ugye mindenképpen azt úgy fogalmaznám meg, hogy plusz lehetőséghez jut munkavégzési, kereseti szempontból minden tekintetben. Milyen szektorban keresik, vagy kereshetik a nyugdíjas munkavállalót, illetve a közszféra akkor kimarad? Most értelmezzük, így nem, ugye? Nem marad ki, már több megkeresést kaptunk, akár kórházaktól is, ugye, hogy szeretnének velünk együtt működni, és már zajlanak a tárgyalások arra, hogy ezt hogy tudnánk a legoptimálisabban megvalósítani. Őket is ugye ez nagyon-nagyon érdekli, de azt gondolom egyébként, hogy a teljes közszférát egyébként jellemzően érinti már ugye a munkaerőhiány.
Amit, tehát legjellemzőbb dolgok, amiben gondolkodunk, itt például a takarítás nagyon fontos. Részmunkaidős feladatokról van szó nagyon sokszor, és olyan könnyebb irodai takarításokról, ami már egy óriási hiány a piacon, tehát nincs erre munkavállaló. Nagyon fontos a kisebb, vagy illetve nagyobb bolthálózatok, de kisebb üzletei vidéken óriási célterülete lehet a nyugdíjasoknak. Vidéken egyre kevesebb diák van, akit meg tudunk érinteni. Mindenképpen arra számítunk, hogy a nyugdíjasok vidéken aktívak, és tudnak, vagy gondolkoznak ilyen megoldásokba. És ami nagyon nagy terület, én azt gondolom, hogy ami fontos szempont itt a beszélgetés során is, ugye, hogy nagyon sok olyan szakterület van már, ahol a képzések nem nyújtanak akkora számú fiatalt, vagy esetleg a fiatalok ugye külföldön próbálkoznak. Vagy nem választják azt a szakmát. Vagy végül nem választják azt a szakmát, ami után kitanulták. Ugye, hogy ezekben a szakmákban ahhoz, hogy át tudjuk hidalni ezt a képzés adta, vagy a helyzet adta problémákat, ahhoz visszafoglalkoztatni azokat a nyugdíjasokat kisebb, kevesebb időbe, csökkentett munkaidőbe, akik ugye olyan értékes szakmában rendelkeznek, mint akármilyen fémipari szakmát tudnék említeni, ezekben ugye korábban azért volt jellemzően, tehát nagy számú munkavállaló, tehát ez egy olyan célterület, ami én azt gondolom, hogy óriási szempont lesz ugye a munkáltatóknak. És mozgásteret is ad önöknek is, a szövetkezetet hol találják meg, vagy hogyan találják meg az érintettek, vagy akiknek egyáltalán fölhívtuk most a figyelmét ezzel a beszélgetéssel, elárulhatjuk a nevét is a szövetkezetnek? Igen, szomszédoknak fogják nevezni, egészen konkrétan ugye itt most ugye ebben a kelet-magyarországi régióban stílusosan keleti szomszédok lesz a szövetkezetünk neve, és gyakorlatilag ugye minden egyes megyeszékhelyen létrehozzuk most az irodáinkat. Van olyan megye, ahol kettő iroda is lesz, itt Nyíregyházán is a Melódiák mellett indul a saját tevékenységünk, tehát gyakorlatilag megtalálják itt a központban az irodánkat. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget.